Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Visszatérve az első kérdésre, mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak itt a kártyák. Itt ezen a képen az érezhető, hogy számára nagyon fontos a biztonság érzete. Ő úgy gondolja, hogy nálad le tud horkonyozni, le tud gyökerezni, hogy te is nyújtod számára a biztonság érzetét. És itt ez a kép azt jelenti, hogy felvállalja a felelősséget veled szemben, hogy gondoskodik rólad, ott van melletted, és nyújtja számodra is a biztonság érzetét. Hogyan érzi magát? Itt ez a kép azt jelenti, hogy ő tud számodra nyújtani valamit. De nem csak erről van szó, hogy ő nyitott lesz az érzelmekről beszélni, vagy segít téged, hanem ezt a segítséget, ezeket az érzelmeket ő szeretné elfogadni, tehát adni és kapni. Itt kell ez az egyensúly, legalábbis ő ezt így érzi. Ami a cél, hogy meglegyen köztetek a harmónia, és legyen egy szép, kiegyensúlyozott párkapcsolat. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a kép szimbolizálja a reményt. Tehát megvan a remény arra, hogy legyen egy szép, tartós párkapcsolat. Ez az ő terve. És itt meg lesz a harmónia kettőtök között. De megjelenik ez a kép is, és azt jelenti, hogy keresi a közelséget, de néha visszahúzódó. Vagy úgy érzi, hogy jöhet hozzád, örülsz neki, de vannak olyan napok, amikor inkább úgy egyedül szeretnél lenni. És mi fűz össze benneteket? Itt láthatóak a romantikus érzelmek, itt a hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és ez az álom megvalósul. Ez a romantika jelentheti a múltat is, hogy visszagondoltuk a múltra, jelentheti a jövőt is, hogy lesznek ezek a szép, romantikus esték. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!